Sziasztok! Igazából ez egy tőlem nem megszokott beszélgetős mesikeim kors lesz, de szerintem kell ez is, mert olyan karakterekre fogok reagálni, vagy hát mesélni róluk, akik egyébként nálunk elég érdekes korik. És hát mondhatni hozzátartozik azért az influencerséghez, akár akarjuk, akár nem, de viszont főleg azért a fóriba elég inkább azok jönnek be, és nem is a sima tartalomgyártók már egy ideje. Egyébként csak ezen gondolkodtam, hogy vajon ez hogy alakult ki ez a úgymond trash influencer kultusz, mert nevezhetjük annak, szerintem egyszer már erről volt vidi, és akkor kik ezek az ilyen nagyon megosztó karik, elnézést, ha a csatornámra tévedtek, szerintem nem fogtok, nem azért beszélek, azért, mert úgy érzem, hogy valahogy így akár akarom, akár nem, hozzám kapcsolódtak ezek a karik, vagy kapcsolódnak, és báj, na mindegy. A lényeg, hogy egyébként elsőként az ilyen furcsa kari szerintem az ilyen arról az a 15 éves lányjal kezdődött, aki egyébként valahol, és még az ilyen mindenféle oldalak is lehozták az ő nevét. Hozzáteszem azóta, már felnőtt, már én nem néztem őt, még ha nem is azért tévedtem már, hogy ez meg amaz miatt, hanem ha esetleg így nőként, hogy milyen cuccai vannak, mert én általában azért szoktam úgy akár mondjuk, hozzáteszem, sokan mondják, hogy külföldön ilyen, meg olyan az nem megosztó. Egyébként jó, egy fiatal lány, szerintem mindenhol megosztó, aki nem múlt el felnőtt, meg ilyen plasztikai műtétei vannak, hozzáteszem, aki már elnőtt felnőtt, szerintem úgy plasztikázik, meg úgy csinál bármit, ahogy akar. Na mindegy, most elsőként szerintem ő volt, aki így felháborodást keltette az internetezőkbe, de még úgy azért egy vállalható karakter volt, de hozzáteszük, akkoriban szerintem az még a Covid előtt volt, de nem biztos. És akkor egyébként a Covidban elkezdtek terjedni az ilyen, hát nem is az, hanem sokan mondják, hogy akkor lehettek híresek, meg stb. Bocsánat. Most egyébként szerintem ez konkrétan ez sem volt igaz, mert nem mindenki lett azért híres vagyikben. Sőt, leginkább az ilyen fura tartalomgyártók, mint akit már egyébként ismertünk régebből. Jó, azzal nagyon nem értettem egyet, hogy ez volt ez a Minden Álmod Sori, és akkor abból, azt hiszem, jól mondtam, még a Pára Jón azon lehetett egyébként nevetni. Abba volt egy énekesnő egyébként sokan azon is, de azt nem értettem egyet, hogy ilyen fajta embert miért dolgoztatnak, többen is mondták egyébként, meg már eleve azok az ennivaló pazarlások, amiket ő csinált. Hát nem tudom, hogy a YouTube-on voltam, vagy valahol biztos megvan ez a Dark YouTube oldal, ahol még mindig szórakoztathatja a nézőket, de nagyon csúnya, egyszer kézzel próbáltam. Annak ennyi az ember maga nem volt nem kedves, meg attól még, hogy ő kipróbálta a netet, csak szerintem a team és management, amiket ő neki mondott, az iszonyúan durva volt. Mostanában meg, amit egyébként kiírtam, de aztán kitöröltem, hogy mi van azzal, hogy akik a betegeket, idős embereket parodzál, vagy ilyesmi a neten, egyébként használt egy idős embernet. Ezt szerintem persze használhat, mert miért nem? Mert csomó idős embernek van okostelefonja, igazából ez még úgy vállalható, és annyira nem a legdárkabb dolog, persze szerintem az sem jó, hogyha az időseken nevetünk, és a többi. Annak ellen, igen, valóban vannak azok a vicces idősek, akik kicsit szigorúak, mivel a fiatalok, és a többi. Mindegy, a lényeg, hogy egyébként szerintem idősként is lehet a netet ugyanúgy használni, és nem baj a szava, aki tartalmat gyárt. Nagyjából ez volt a kicsit a lényege a beszélgetésem.